Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon, ugye attól függünk, ha nézitek, ahogy szoktam mondani. Mostában így köszönök be, nem tudom, hogy észrevettétek-e vagy nem, hogy miért, nem tudom. Nálunk délután van egész pontosan 3 óra 30, nemrég értem az a munkához szokás szerint, megzonyoztam, ebédeltem, és nem sokára indulunk el itthonról. A Lucas, a feleségem, a Davis hol vannak? Itt vannak, játszanak, nem mással, mint a Davis megközben reggel, ebédel. Mivel játszol, Lucas? Call of Duty-val. Call of Duty-val. Ezzel az új fajtával. Tegnap vásárolta a Lucas. Le volt árazva. Jó, le volt árazva. Kézzel, $99 helyett mennyire? $28 vásárolta meg. Ilyen nagy leárazás van most mi nálunk. Ilyen fél évi leárazás. Amúgy ma van az év első napja mi nálunk. Mármint nem az év első napja, hanem az adóba. Úgyis nálunk adózni most kell. Tehát az adódat most kell megcsinálni, mert most van az év vége. Értitek, mit akarok mondani? Tehát július 1-től egy új év van. Új, ilyen adó év. Mit? Adó év, nem év, nem karácsony van, adó év. Magyarországon én úgy tudom, hogyha jól tudom, már pedig szerintem, jól tudom, év végén van ugye nálatok. Tehát nálunk így fordítva, év közepén van év vége. Na minden. Aztán visszajött az állatunk. Látod a szőrt? Ott. Oda feküdt, megint ott volt az éjszaka, meg előtte is. Mutatok egy képet róla, ugyanis múltkor mondta, hogy ilyen poszum. Valószínű, hogy az, mert úgy néz ki az a szőr. Várjál, itt a telefon. Így néz ki. Ez az állatunk, ami itt van. Valószínű, több mint valószínű. Úgyhogy most azt fogom csinálni, ki fog rakni egy kamerát. És várjál, addig lekapcsolom a telefont. Nem lekapcsolom, csak elnyomom. Ki fog rakni egy kamerát valahova. Ide! És ide beállítom valahogy oda éjszakára, és majd meglátjuk, hogy végül is milyen állat, ugye. Mert szerintem az, nem tudom, hogy az-e vagy nem az, de valószínűleg ki fog derülni. Ki a kamerát, hogy nem akarom tenni, és nem vagyok benne biztos, hogy micsoda, nehogy véletlen elvigye. Mert ha a kezével vagy a lábával nem is veszi fel a szájával, ki tudja, ugye. És inkább oda az üveg mögé teszem. Valószínűleg ilyen timelapse videót fogok csinálni, ugye percenként egy képet csinál valószínű, és le fogom tudni fényképezni. Valószínűleg, ha ma este nem is, én is fel kell tölteni a kamerámat, de lehet, hogy holnap vagy holnap után feltöltöm az akkumulátort, onnan fogom tenni, és jövő héten ki fogjuk deríteni, hogy milyen állat jön ide. Aztán lehet, hogy egy macska. Bár nem hiszem. Már sose lehet tudni, majd kiderül. Aztán, nem tudom, hogy múltkor éveztétek-e vagy nem ezt a régi videót. Múltkor ugye mutattam nektek egy ilyen régebbi videót, és gondoltam, hogy ma megint mutatok nektek egy ilyen részletet, ugyanis múltkor kérdeztétek többen, hogy mi van a régi idők videójával, visszajön-e vagy nem. Nem szól, hogy visszajön, de ilyen formában lehet, hogy egy-kettőt tudok nektek mutatni, ugyanis tegnap este előszedtem a régi videókat. Van egy ilyen hard drive-om, egy ilyen meghajtom, mutatom nektek. Ez. Van ennél több is, de ezen van rajta, hogy családi, videó, fénykép, minden. És tegnap este elkezdtem nézegetni, a Lucas is nézett fel egy picit, egy pár percet. Érdekes! Sok olyan dologot láttam, amire nem így emlékeztem, de visszanéztük videón, és furcsa volt. Na minden, gondoltam, megmutatok nektek egy olyan részt, mikor dolgoztunk. És van egy rész, 2003-ban talán, elvittük a kamerát, nem tudom, hogy mutattam, lehet, hogy nem mutattam, Na minden, lehet, hogy nem mutattam, úgyhogy megmutatom. Megmutatok egy másik részt is, hogyha nem mutattam. Na minden, sokat mutattam, nem mutattam. Na, várjál, meg kell keresni a videót. Amúgy ide lementettem a számítógépre, csak közben kikapcsolom megint ugye az e-mailemet, meg hasonlókat, mert azt nem akarom senkit ugye megosztani, mert tudjátok olvasni. Na, semmi érdekes e-mailt nem kaptam, úgyhogy nyugodtan olvashatjátok. Na minden, mutatom. Először mutatom a régi logomat, ugyanis nekem volt egy másik csatornám, amelyik mindig megvan a YouTube-on, ez a Blue Sky Pictures, és ez a név alatt szoktam készíteni rövid filmeket. Mutatom a logót, hogy régen, 2006-ban hogy nézett ki ez a logo. Érdekes voltam, várják, megpörgetem egy kicsit, és van benne sok olyan dolog, ami inkább ilyen családiasabb videó. Na várjál, mutatom. Megyünk dolgozni, ez nem 2003, 2005-ben volt, én úgy emlékszem. És ahol látjátok, ott építik a házakat, bár nem ezt a videót mutattam nektek egy pár hét belőle.
Ez egy szombati napon volt amúgy, és mentünk festeni, senki más nem ment dolgozni, ekkor még dolgoztunk valakinek, tehát nem magunknak dolgoztunk, és csak én, apukám, meg az öcsém, ugye, ahogy látjátok, ott van az öcsém, mentünk dolgozni egy szombati napon, vagy vasárnap, szerintem szombati volt, és ugye festettünk. Ugye ez a rész azóta elkészült, rettentő sok ház van itt ezen a környéken, majd lehet, hogy arra elautózok, aztán majd megmutatom nektek, de már egy nagyon picit belepörgetek. Itt fest apukám, ahogy látjátok, azt hiszem, hogy meleg volt, mert rövid nadrágban van, meg rövid ujjúba, éppen ablakot fest. Végülis ennyit csináltunk, ott festettünk. Aztán ezen a videón és ebben a videóban sok mindent beleszerkesztettem. Volt nekem annak idején egy jetskim. Én úgy gondoltam, megmutatom nektek ezt a részt még sosem mutattam meg nektek valószínű. Ez 2006-ban volt, nyáron, olyan október-november környékén, akkor vásároltuk meg ezt a jetskit. Leszoktunk menni a folyóra, és szoktuk egymást húzogatni, ilyen felfújhatós, várjál, inkább mutatom. Tehát ez a jetski, ott ülök én, elég fiatal voltam, az öcsém mögöttem, ez egy háromszemélyes jetski voltam, ugye az a régi munkásautóm, látjátok, azzal vittük le a partra. Rettentően szerettem ugye ezt a jetskit, elég gyorsan ment, ez egy ilyen 1100 köbcentis jetski volt, és most elmegyünk egyelőre. Megyünk egy kört, meg itt bohózkodunk, aztán látod, hogy jövök visszafelé. És az az a felfújhatós dolog, látod? Arra rá szokott ülni az öcsém, meg apukám, meg én is ugye, és egymást szoktok húzogatni rettentő gyorsan. Akkorákat szoktunk vele esni, komolyan mondom. Várjál, kicsit megpörgetem, ott kijött a víz. Ráült az öcsém, bedobja a kötelet, ahogy látjátok, és rettentő gyorsan ugye meg fogom húzni. Bár annyira a videó ugye nem lehet érezni, meg látni, hogy hogy megy, de mikor rajt ülsz, megérsz kapaszkodni, meg ott dobálja azt nem tudom minek hívják, azt a húzogatós, azt a felfújhatós valamit. Figyelj, mindjárt oda lépek neki egy kicsit, aztán utána jön a apukám is. Szombatonként el szoktunk menni, meg vasárnaponként annak idején, majdnem minden hétvégén, és rettentően szoktuk élvezni. A régi felvételekből, hogyha gondoljátok, írjátok meg, hogy tetszenek, tehát mutassak még hasonlókat, vagy régebbieket, vagy ne, ugyanis tudom, hogy sokszor kértétek, hogy ugye mikor lesznek, tehát azért gondoltam, hogy hetente egy-kettőt, egyet lehet, hogy mutatok, vagy nem. Amúgy ilyen munkás videóból még van kettő vagy három, tehát nem olyan túl sok, annyit munkában nem szoktam filmezni, bár jövő héten filmezek, ugyanis egy egész napomat fogom filmezni, majd meglátjátok a jövő heti videóban, valószínűleg szombatiban, és ugye nem felsőleg tanultam, olajipariba jártam, ugye ilyen olajfúrónak tanultam, azt ugye nem végeztem el a hátam miatt, ugye nem tudtam, és elmentem rendszergazdának, azt végeztem el azt az iskolát, aztán festő lett belőlem. Tehát a kérdésem hozzátok a következő, hogy ti, az idősebb nézőim mondjuk, aminek tanultatok, az lett belőletek, vagy nem, úgy, mint belőlem. Tehát én is ugye rettentő másnak tanultam, teljesen másnak, és nagyon más dolgozok most. Tehát mindenki, vagy hányan jártatok így, hogy valaminek tanultatok, és egyáltalán nem a munkátokban dolgoztok. Vagy a fiatalabb nézőmet ugye nagyon nem tudom megkérdezni, hogy vagy ti is megírhatjátok, hogy minek tanultok, vagy mi szeretnétek lenni, hogyha nagyok lesztek, mik szeretnétek lenni. És majd pár év múlva, mikor elkezdtek dolgozni, nézzetek vissza ide a videó alá, hogy mit írtatok be, és hogy bejött-e, vagy nem jött-e be.
hogyha még mindig meg lesz a csatorna. Ma biztos, hogy meg lesz a csatorna. Csak kíváncsi lennék, hogy hány ember azt dolgozza, ugye, aminek tanult. Davis közben beszerezte, befejezte az ebédet. Hova mész? Ja, sűz, ott a cipő. De most miért veszed fel? Nem megyünk sehova. Ja, legalábbis nekem el kell megint menni, ugye? Péntek van, ami nem más jelent, mint nekem el kell menni a bankba. Meg majd a boltba valószínű. Ja, nem, még nem, meg te nem jössz ma, nyuszi. Jó? Holnap majd megyünk valamerre, mit szólsz hozzá? Amúgy múltkor valaki kérdezte, hogy nincs ilyen sarki kisbolt, ugye, hogyha oda mennénk kenyérért. A sarki kisbolt az a kisbolt, ahova járunk. Én nem veszem fel a cipőmet. Tudom. Az a kisebb bevásárló, ugye, és az a bevásárló, ilyen kisebb bevásárló, de ilyen sarki bolt, nincs itt sehol a közelben, ugye, csak beugrana, hogy veszek kenyeret, vagy tejet. Hogyha van bolt, az mind ilyen nagyobb. Még a kisebb is nagyobb. Egészségedre! Na minden, úgyhogy majd oda fogunk elmenni a Lukasszel, aztán megnézem az öcsémet valószínű, meg a szüleimet. Mit csinálsz? Aztán amúgy holnap, képzeljétek el. Mondhatom, hogy és feleségem nem hagyja, házassági évfordulónk lesz, és én azt hiszem, hogy a feleségem azt hiszi, hogy én nem emlékszek rá, ugyanis nem említettem semmit egész héten, és azt hiszem, hogy kicsikét mérges, hogy nem emlékeztem rá. Persze nem felejtettem el, de a holnapi videóban megmutatom, hogy mivel fogom meglepni, és szervusz, nehogy eláruld a maminak, hogyha összejön, ja, ott az ajtó. És megvárom még holnapig, ugye még egy kicsit mérgesebb lesz, és majd meglepem valamivel, ugyanis vettem neki egy ilyen... Majd meglátom, holnapi videóban majd meglátjátok. Ja, a cipőm, na, nem húzzuk még a cipőt, gyere, menjünk játszani, még mindig van időm. Ja, wanna play? Let's go. Gyere, menjünk játszani. Na látod, legyünk játszani a hátsó szobába. Ugyanis a Davis szereti a Grand Theft Autót, rettentően szereti. A Call of Duty-t nagyon-nagyon nem szereti. Ezt a lövöldözős játékot nem tudom miért. Az, mert nincs benne autó. És rettentően szereti a Davis az autókat, hogy azzal játszani. A Grand Theft Auto meg tele van autóval. És csak is azt csinálunk a Grand Theft Autóval a Davis-szel. Autózunk körbe-körbe. Oda néz, Lucas, milyen lakóautó? Egy kis picit, de ezt nagyon elfogadnám. Itt van ugye egy nagyobb is, ez se rossz, de ez túl nagy. Mondjuk lehet, hogy ez jobb lenne nekünk, de ez a pici az nekem tetszik. Ez se rossz, ez is elfogadnám. Én mindenkel elfogadnám, de... Ahogy megérkeztünk ide a parkolóba, befutunk gyorsan, amit kell csinálni, ugye a bankba. Na, ide megálltunk. Én nagyon elfogadnám azt az egyiket. A nagyobbat is elfogadnám, mind a kettőt elfogadnám. Közt melyiket fogadnál? Kisebbet, vagy nagy? Majd talán egyszer, hogyha idősebbek leszünk, mármint én és a feleségem, meg a Lucas, mindenki ugye. Lehet, hogy egyszer majd ilyet veszünk egyet. Vagy ha más nem veszünk, mert lehet, hogy bérlünk. És már terveztük egy ideje, hogy bérlünk egyet és elmegyünk nyaralni, nem? Vagy telelni, vagy őszülni. Lehet, hogy őszülni megyünk, aztán hazajövünk és ősz lesz a hajunk. Na mindegy, megint ügyeskedek csak. Mit mondasz? Én leteszem ezt a széket. Mit tesz? Ja. Lucas megint hoz minden ezgen és... Péntek van, ugye menjük a szüleimhez. Én csak hoztam ezt és a könyv. Ja. A komputer és a könyv. A komputer és a könyv. Rendben van. Ez. Na, úgyhogy befutunk. Kell venni, csak gondolkozok meg, mit kell venni. Kell venni teát, kell venni... Kenyeret nem kell venni, képzeled, a tejet azt kell venni. Te vettem tejet és elfogyott a tej. Mit csináltatok a tejjel? Tejbe darált, mondta feleségem. Tejbe darált? Etti a tejbe darált? Ja. Na, akkor azért fogyott el a tej. Na minden, menjünk. Tejbe darált. Mi? Tejbe van a darab. Tejbe darab! Ja, hát van a darab, belerakjuk a... Én nem tudom, hogy kell tejbe darált készíteni. Kisgyukáromban szoktam sokat enni, mert szerettem. Már vagy 30 éve szerintem nem ettem tejbe darált. Na, megyek. Oda nézzél, valaki ott fut a vízbe, látod? Hogy nem tudjuk itt a tengerparton, lejöttünk egyet az öcsémmel ide járkálni, és egy pár turista van, de nagy kabádó, elég hideg van. Szerintem olyan 15 fok lehet, hogy hidegebb is van. Parton nem sokan vannak, erre befelé egy páran járkálnak, de az előbb az a vízbe futott az ember. Nem tudom, milyen lehet a víz, de szerintem rettentő hideg. Van egy-két madár lenn, de sehol senki. Múlt héten szerintem még többen voltak, vagy két hét, amikor itt voltunk lenn. Úgyhogy nem, most nem más csinálunk, de átmegyek ide a túloldalra, oda is még benézünk, amúgy itt van még a piac. Egy-két ember van, aztán megyünk tovább, kell vennem. Mi az, mit csinálok itt? Kell vennem teát, meg mit kell vennem? Úgyis nem vásároltam be ott, várjál, lépcső, sötét van, mindjárt leesünk, látod? Nem vásároltam ott be a boltba, hogy meg kell tennem, aztán indulunk hazafelé. Várjál, homok! Látod?
Na, ennél tovább nem megyünk, ugyanis sehol senki sem erre. Max, már nézzünk a piacra, ott vannak egy páran. Ez a pénteki piac. Lehet venni egy pár érdekes dolgot. Na, menjünk visszafelé. Látod, ott is fáznak, nagy kabátba a turisták. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, itt vagyok a Lukasz szobájába. Épp hogy csak megfürdött a Davis, aki itt van bent. A Lukasz épp most jött ki. Szervusz! Nem látni semmit? Takarlak, várjál, takarlak! De lehet, hogy a tükörből ott lehetted látni. Mit csinálsz te? Nem, nincs nyuka piszka. Nyuszi, gyere ide! Megyünk, megisszük az üvegedet. Szia! Szia! Szervusz! Csipi! Csipi! Kérsz Csipit! Megisszük az üvegünket, legalábbis a Davis. Aztán elmegyünk aludni, legalábbis a Davis. Ajajajaj, te! Csücs! Oda, csücsülj le! Oda, csücsülj le! Mit kérsz? Hm? Olyat? Rendben van! Na! Aztán elmegyünk aludni, mármint a Davis elmegy aludni. Várjál, lehúzom ezeket a függönyöket. Ezeket a takarókat, nem takarókat. Na várjál, hol a lámpa? Le van halkítva, látod? Le lehet fényerőt levenni, nem halkítani, hangerőt lehet halkítani. Úgyhogy ezeket lehúzzuk, és hoppá! Mutatom amúgy! Látod? Párás az ablak. De azt jelenti, hogy bent meleg van, kint meg kezd elég hidegedni. Látod? Mondtam, hogy hideg lesz az éjszaka, átlag 11 fokot mondanak, vagy 10 fokot ma éjszakára, meg holnapra. Aztán utána egy kicsit megint melegszik az idő. Amúgy ezen a télen nincs az a nagyon-nagyon-nagyon hideg. Múltkor hidegebb volt már, mint a múlt évben. Na, lehúztam! Úgyhogy most lekapcsoljuk mindjárt a villanyt, csak befejezem ezt a mai videót, hogy én semmi érdekeset nem fogunk csinálni. Holnap. Megpróbálom lefilmezni, ugye holnap lesz a házassági évfordulónk, és a feleségem ugye nem tud semmit se, még nem mondott semmit se, ugye egész héten, már mi nem mondtam el korábban ugye, hogy nem említettem meg, tehát én szerintem azt hiszem, hogy elfelejtettem. Legalábbis nagyon hiszem, legalábbis nagyon remélem, hogy azt hiszem, hogy elfelejtettem, ugyanis, hogyha nem, akkor is lesz meglepetés, akkor nagyobb meglepetés lenne, hogyha azt mondja, hogy elfelejtettem, és meglepem valamivel. Értitek, mit mondok? Tehát holnap meglátjuk, megpróbálom majd lefilmezni a reakcióját, hogyha tudom, valóban lerakom a kamerát, és majd megkérdem tőle, hogy ma milyen nap van, vagy úgysem, mintha elfelejtettem volna, vagy nem tudom. Na ugye, holnap megmutatom, hogy végül is mit vettem, ugyanis van egy ilyen kis valami, amiben elrejtettem egy kisebb valamit. Na ugye, ma meglátjátok, ha gondoljátok, és kíváncsiak vagytok rá, holnap gyertek vissza, és nézzétek meg, hogy sikerül, hogy mondtam, lefilmezzem. Hogyha nem, akkor meg majd megmutatom, hogy mit kapott, vagy mit kap. Majd meglátjuk. Na mire? Ugye már ennyit, mindenkinek további szép napot, hogy jó estét! Szeretnék kívánni, attól függ, ugye, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!